Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ismét itt a Baba Világban. Eltelt egy hét, és mi készültünk sok-sok érdekes anyaggal, úgyhogy figyeljenek, mert mutatom a tartalmat. 9 hónapon keresztül nem vette észre, hogy egy 3,5 kilós gyermek növekszik a méhében. Hamarosan megismerhetik a somogyudvarhelyi tanárnő elképesztő történetét. Olimpia ugyanis egészen a szülés beindulásáig úgy tudta, hogy neki nem lehet gyermeke. Aztán Hargitai Bea a kemény édesanya. Az egykori nyuszi lány mérhetetlenül boldog új szerepében, viszont igyekszik következetes anyaként nevelni gyermekét. Komoly stratégiával érte el, hogy a 10 hónapos Jason átaludja az éjszakát. Mindjárt elárulja, hogyan. Ma megismerhetik a Fiesta zenekar zeneszerzőjének különleges történetét is. Knapik Tamás interneten ismerte meg kedvesét, akivel egy hét virtuális randizás után össze is költözött. Most közös gyermeküket várják. Előttük hallgassák meg Kovács Áron tanácsát. A műsorvezető saját nevelési hibáiból okulva ezt üzeni szülőtársainak, Önöknek. Gyerekkérdésben mindenki nagyon okos, és hát van olyan, hogy összegyűlnek anyukák a játszótéren, és mindenki világ megfejtő, és lehet, hogy egy szó nem igazat a gyerekedre abból, amit ők beszélnek, tehát hogy ezt mérsékelten vegyék komolyan a kedves szülők, amit mondok, de telefon használat egy másfél éves gyereknél, mint Luca, ez már egy fölmerülő probléma, ugyanis kiválóan kezeli a telefont. Elkövettük azt a hibát, hogy kezébe adtuk, ugye azt látja, hogy a szülők állandóan telefonálnak, értető módon érdeklődik. És onnantól kezdve viszont rendkívül gyorsan tanul, és nagyon rá lehet szokni. Mert színes, eléggé butára csinálták meg a menürendszerét, nem véletlenül ugye a fejlesztők. Egy másfél éves gyerek kitűnően tájékozódik, egészen elképesztő, hogy kezeli, fényképeket néz, kicsuk, becsuk, mindent tud. De egy idő múlva azt veszük észre, hogy ez már ilyen függőséghez vezet, és már ilyen pici korban. Úgyhogy azt javasolnám a szülőknek, hogy a telefonnal való barátkozást egy picivel próbálják meg későbbre halasztani, mert a gyerek fogékony lesz rá másfél évesen egészen biztos. Knapik Tamás a Fiesta zenekar oszlopos tagja, ezúttal kedvesével Katával látogatott el hozzánk, mert hogy nagyon nagy dolog történik az életetekben, babát vártok. Így van. És hol is tartotok ebben a babavárásban? Pontosabban a 8. hónapban. Neked azért nem, mondtad, hogy nem túl korán jött a gyerek. Az első gyermekedet várod, és 46 éves vagy. Ha jók az információk. Jók az információk. 46 éves korban már nem árt, hogyha az embernek van gyereke, vagy legalábbis kialakulóban van egy családja, bármennyire is dolgozik ez a világ az ellen, hogy családok legyenek. Igazából most értél el arra pontra, hogy megtaláltad azt az embert, akivel szívesen vállalna egy gyermeket? Én úgy gondolom, hogy a sors ezt így hozta össze, igen, egyébként természetesen, tehát a Katában mindenféle olyan dolog megvan, sőt, semmi nem hiányzik belőle, így mondjam. Igen, de megmondom őszintén, hogy én igazából nem gondolkodtam sem családon, sem gyerekvállaláson. Ezt a jóisten így hozta, úgyhogy most így van, de ezt mondtam az előbb is, hogy ez a világ nem igazán arra predesztinálja az embert szerintem, vagy legalábbis sokunkat. Én nagyon sok időt töltöttem egész életemben a zenéléssel, azt gondolom, hogy az egész életemet kitöltötte, és ez ideig úgy gondoltam, hogy ha a zenében megtalálom magamat, akkor az egy teljes életet fog biztosítani, de hát erre aztán rá kellett jönnöm, hogy nem így van, úgyhogy habár én az én részemről úgy gondolom, hogy a baba nem volt tervezett, de nagyon örülünk neki, hogy van természetesen. És most már boldogan várjátok. Így van, így van. 2012-ben jött ugye a Fiesta életében egy váltás. Akkor Csordás Tibi kiszállt a csapatból, és akkor hogyan is alakult tovább a Fiesta élete? Hát gyakorlatilag azóta egy hogy ne dicsérjem túl, számomra a legdögösebb és legjobb hangú magyar énekesnővel, akit én nagyon szeretek, Kocsis Reninek hívják, talán őt még azért sokan nem ismerik, bár már 2 éve játszunk együtt, töretlenül játszik a zenekar, hát ugye, hogy mostanában divat leginkább nyáron vannak buléink, úgyhogy ilyenkor mi is téli álmot alszunk, és készülünk a következő nyárra. És hogy találtatok ti egymásra? Egy közösségi oldalon találtunk egymásra, ahol ő engem bejelölt, én pedig mivel láttam, hogy nincsenek híres ember ismerősei, mert az már egy kicsit gyanús lett volna,
Így visszajelöltem, egy darabig beszélgettünk, aztán én mondtam neki, hogyha úgy gondolja, hogy ő az a nő, akit a jósnő nekem mondott júniusra, hogy abból tartós együttérés lesz, akkor elmegyek érte, és akkor költözöl hozzám, és akkor oda költözött hozzám, ez volt a mi első randevunk. És azóta együtt vagyunk. Ja. Ez már legalább 2,5 éve történt. És te elmentél a jósnőhöz? Várjátok, nekem az volt az első, amit fönnakadtam, aztán majd sorolom tovább a többit. Nem de az jós. Első része, ami megtartott. Hát figyeld, jósnőnő? Én az összes magyar jósnőt meg látót, aki az utamba került, vagy ha nem került az utamba, akkor fölkutattam és végigjártam. Engem nagyon érdekel ez a téma. Jó, akkor a következő, vártok a történet következő döbbenete. Megírtad a Katának, hogy jó, szerinted akkor ő lehet az a nő, és te felköltöztél rögtön azonnal. Igen. Persze. Ugye ennyire jó a rábeszélőkéd? Nem. Biztos vannak előnyös tulajdonságai. De még én csak a rosszakat tapasztaltam meg az életem folyamán. Nem volt ott annyi. Igazából nem megírtuk, hanem telefonon sokat beszélgettünk. Nekem imponált, hogy őt elég sok minden érdekli. Én nem tudom, hogy hány méterre van a Szaturnusz meg a Jupiter, ő szerintem azt is tudja meg, hogy mivel mérték le. Tehát érdekli egy csomó olyan dolog, amiből én arra következtettem, hogy egy nyitott gondolkodású valaki, mert annak én örülök. Mivel nagyon sokat el tudtunk beszélgetni, és nem úgy, hogy úgy én beszéltem, mint ahogy most. Sokat kérdeztem, hogy szerinte ő az, akit mondott a jósnő, vagy a látó, mind a kettő, nem is tudom. Aztán mondtam, hogy akkor költöző hozzá, most oda költözöm. És na, akkor most halljuk a hangját a Katának is, hogy volt ez? Te hogy élted meg? Hogy jelölted be? A te oldaladról is szeretnék hallani ezt a történetet. Szóval az én oldalamról úgy történt, hogy mivel rengeteg időm volt, ugye közigazgatásban dolgoztam. Igen, tehát ilyen ebédidő, becsináltam a dolgom, aztán... Tehát gyorsan végeztél a kötelezővel. Igen. Aztán fellátogattam ugye a közösségi oldalra, ahol is Tomit, mint lehetőséget hozta fel nekem, ugye ismerősnek jelölhetem. Azért hihetetlen bátorság kell ahhoz, amit te is így megléptél. Igen. Tehát az volt az első dolgom, megmondom őszintén, ugye megnéztem Tominak az adatlapját, megnéztem, hogy mikor született, és ugye mivel én is szeretem például a numerológiát és a horoszkópokat, tehát az én ezoterikus dolgokat, és pont ugye erről is beszélgettünk, megnéztem ugye, hogy a Tominak mennyi a születési száma, évszám, életút, ilyesmi. Összevetettem ugye a sajátom, és mert ez is egészen jó kombinációt adott ki, így hát... Megbízható a leinforma. Igen. Te ezért bíztok a csillagokban. És mennyi idő után jött azzal elő a Tomi, mennyi idő után állt elő azzal, hogy költözzetek össze? Azt hiszem, hogy 7 talán. Ja. Valahogy egy 7 után. Én soha nem kezdtem konvencionálisan a dolgaimat. Hát igen, tényleg nem. Vagy hát én nem tudom az előzéseket. Hát nem annyira de ez unalmas. Nem annyira. Tehát egy hét után azt éreztetek, mert ugye mindenki azt mondja, hogy ismerd meg a másikat, azért a kislányom, mondjuk az anyukád vagy, tehát nem mondta senki azt, hogy te ebbe beleugrasz. Anyukám igen, én mondta, hogy azért jó lenne, hogyha kicsit jobban megismernétek egymást, tehát konkrétan állunk ez az udvarlási periódus, hogyha lehet így fogalmazni, ez kimaradt teljesen. Hát ez nagyon gyorsan lezajlott, nagyon hatékony volt. Igen. És a kicsi mennyi időre rá erre a történetre, tehát mikor ismerkedtetek meg? Hát ez 2,5 éve volt körülbelül. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy ezért viszont ti összecsiszolódtatok bőven mielőtt várandós lettél volna. Igen. És te igazából akkor csapot-papotot hagytál, nem? Konkrétan igen. Tehát mindent. És hol? Honnan jöttél? Borsod megye. És összepakoltál, és indul el. Pontosabban te lementél érte. Igen. És rögtön érezted egyébként, hogy ez ennyire egy végleges döntés? Vagy igen. Hát, hogy egy ennyire mondhat nagy volumenű igen. Döntés lesz? Lehet, hogy hülyeségnek hangzik, de már az első telefonálásunk után konkrétan azt éreztem, mintha már több éve ismernénk egymást, vagy nem tudom, valahogy régebb óta. Hogy viseled a terhességet? Tulajdonképpen nagyon jól. Te mázlista vagy. Mázlista vagyok, igen, mondhatom. Tényleg, hát se fáradtság, semmi? Igen. Tehát sem a súlyfeleslege, bocsánat. Hát súlyfeleslege, semmi. Igen. Tehát gyakorlatilag egy pocid van, és ennyi. Igen. A fiamnál elkövettem Máténál azt, hát nem tudom, hogy hiba volt-e vagy nem, minden esetre szerettem volna, hogyha nem áldozat. Nem egy áldozat lesz belőle, úgyhogy leültettem, és azt mondtam, hogy kisfiam, senkit nem üthetsz meg elsőnek, elég eleven gyerek, meg elég erős.
te nem kezdeményezhetsz bunyót, de bárki megtámad, akkor minden eszköz megengedett. Akkor kemény legyél, akkor mutasd meg, hogy erővel válaszolj, hogyha valaki téged megtámad. És ez egy jó tanácsnak tűnik egyébként, mert azt jelenti, hogy békés legyél, de azért válaszolj, ha kihívás ér. Csak az a baj, hogy mondjuk egy ilyen óvodáskorú gyerek az a téged megtámadtak, ott elég tágan értelmezi. Tehát ugye azt nem magyaráztam el neki, hogy mi az, amikor téged megtámadtak. Tehát ő mondjuk támadásnak vette egy sértő megjegyzést, egy csúfolódást, egy bögdösést, egy meglökést. Ő már úgy érezte, hogy hát őt megtámadták, és hát akkor mit tanultunk? Bém! Ő volt az óvoda rossza, és hát úgy rettegett tőle mindenki, mert tudták, hogy vele finoman kell bánni, mert azonnal lecsavar mindenkit. Nem lett áldozat, tehát a célját elérte a nevelési módszer, viszont ilyen ovirosszát csinált belőle, és ez hiba volt, úgyhogy ezt jobban kellett árnyalnom. Nagyon sok munkával egyébként, most második osztályos már iskolában, sok munkával ezt vissza lehet szorítani. Sokat kell magyarázni, elmesélni, hogy mi a támadás, mi az a, hogy hívják, ez van ennek egy ilyen jogi kifejezése, amikor a támadás mértékében lehet csak ugye ellencsapást mérni. Ez évek kellettek hozzá, hogy ez kijöjjön belőle, hogy azonnal mindenre abban reagáljon, hogy lenyomja a másikat. Nagyon következetes vagyok, szigorú vagyok. Az egykori nyuszi lány Harkitai Bea következetes anyukaként neveli 10 hónapos gyermekét, aki hamarosan 3 nyelven fog beszélni. Előttük ismerjenek meg egy másik anyukát, Olimpiát, aki egészen a szülés pillanatáig nem is sejtette, hogy egy 3,5 kilós egészséges kisfiút hord szíve alatt. Csináltam is terhességi tesztet, 2 is, egymás után, és negatív lett. Fürdőruhában se látszott rajta abszolút semmi. 3560 grammal és 52 centiméterrel született ez a kisfiú, ami egy átlagos baba méretének felel meg. Azonban az egyáltalán nem mondható átlagosnak, hogy az anyuka egészen a szülés pillanatáig nem is tudta, hogy állapotos. Az elején, a legeslegelején, mint utak kiderült pár hetes korában, akkor rosszul éreztem magam, amikor jártam munkába, és hát csináltam is terhességi tesztet, 2 is, egymás után, és negatív lett. Olimpia egy úgynevezett PCOS nevű betegségben szenved, és úgy tudták kedvesével, hogy emiatt egyáltalán nem. Vagy csak nagyon nehezen eshet teherbe. Ez a policisztás ovárium szindróma, ami nem csak azt jelenti, hogy sok ciszta van az ember petefészkében, hanem egy elég komplikált, összetett dolog, ami inzulin rezisztenciával is jár. A fiatal nő gyógyszert szedett a betegségére, és a kezdeti rosszulléteket a gyógyszer mellékhatásának gondolta. Olimpia tanárnőként dolgozik egy gimnáziumban, épp hazafele tartott ebédelni, mikor valami furcsa dologra lett figyelmes. Elkezdett valami folyni, amiről nem tudtam, hogy mi. Arra gondoltunk, hogy a cisztáim azok kidurrantak, mert hogy ez szokott ilyennel járni. A magzatvíz folyt el, de erről fogalma sem volt. Bementek a kórházba, megvizsgálták, és akkor közölték vele, hogy 1-2 órán belül édesanyja lesz. Azt mondja, hogy majdnem sokkot kapott, hiszen a 9 hónap alatt az egészből semmit sem érzett. A magzatmozgást is másnak tudta be. Bélmozgás. Ezt több helyen olvastam, hogy mások is tapasztaltak ilyet, illetve mintha egy kis ideg becsípődött volna. Ezt meg is mutattam az anyukámnak, aki 4 lánygyermeknek az édesanyja, és ő is azt mondta, hogy ez csak valami kis becsípődés. Az anya semmilyen vizsgálaton nem járt a 9 hónap alatt, ezért nagyon szerencsés, hogy a kis Levente mag egészségesen jött a világra. Szakemberek szerint ugyanis rendkívül fontos a helyes vitamin és ásványi anyag pótlása várandóság előtt, alatt és a szoptatás során is. A várandós édesanyja szervezetének a vitamin igénye megnő, hiszen a pocakjában egy élet növekedik, akinek szintén vannak vitamin igényei. Optimálisan a úgymond gyerek projekt előtt, tehát a gyerek tervezése előtti 3 hónapban már el kell kezdeni szedni a magzatvédő vitaminnak a szedését, a vitamin raktára feltöltése érdekében. Dr. Gidai János szülész-nőgyógyász szerint számos betegséget lehet elkerülni akkor, ha megfelelő a várandós édesanya vitamin és ásványi anyag pótlása. A nem megfelelő folsav pótlás az megnövelheti a velőcső záródási megbetegedéseknek a számát, ilyen például a nyitott gerinc vagy a koponya hiánnyal járó megbetegedések.
A nem megfelelő D-vitamin, illetve kálcium bevitel az édesanyjánál okozhat különböző hiánybetegségeket. Volt ez a közmondás, hogy egy terhesség az egy fog, ugye a kálcium, nem megfelelő kálciumpótlás következtében. Hát itt is egy hiánybetegség, egy csontanyagcsere zavar jöhet létre a terhesség alatt, hogyha valaki a megfelelő kálciumbevitelről, illetve a D-vitamin bevitelről nem gondoskodik. A vitaminokon kívül a tejtermékek, az olajos magvak és a zöldleveles zöldségek is tartalmaznak kálciumot. Ugye lefcsóka. Nem csak Olimpia, hanem az egész család nagyon boldog. Olcsi apukája álmában sem gondolta volna, hogy kislánya ilyen hirtelen ajándékozza meg egy unokával. Először nem akartam elhinni, hatalmas volt a meglepetés, de nem csak nekem, hanem a lányaimat is felhívtam. Hát volt olyan anya, ami nem is akarta elhinni, sokkot kapott, elkezdett sírni. Az újdonsült anya és párja már abban is megegyeztek, hogy hamarosan kis testvért is szeretnének Levinek, akinek majd a magzati fejlődését is szeretnék nyomon követni. Azon gondolkodom mindig, azt nem értem, hogy miért vártam eddig. Hargitai Bea, a ma már Prágában élő ex-nyuszi lány, főállású anyaként éli mindennapjait 10 hónapos kisfiával és amerikai származású férjével. Mindjárt elárulja, mit hiányol a legjobban külföldi otthonában. Előtte hallgassák meg Kovács Áron őszinte gondolatait a szülők nehézségeiről. Ez igazából Vekerdi Tamás ötlete, egy előadásán hallottam, hogy nyugodjanak meg a kedves szülők, tehát türelem, az ő gyerekük nem szellemi fogyatékos, nem gyűlöli őket, nem, tehát hogy minden ember hajlamos azt gondolni, hogy a saját gyerekénél borzasztóbb az nincsen, mert lusta, nem ezt csinálja, állandóan máshol jár, mindent ötször kell elmondani, és mindenki megvarul a győződve, hogy az ő gyerekével valami nem stimmel, valami baj van. És amikor az ember bemegy a közösségbe, mondjuk egy óvodába vagy egy iskolába, és annyira szerencsés, hogy őszinte szülőkkel találkozik, tehát nem a kirakadt szülők, akitől nagyon rosszul vagyok, tehát én kerek elnézést, azt nagyon nem szeretem őket, hanem ilyen húsvér szülőkkel beszélget, és hirtelen kiderül, hogy mindenki ugyanazokkal a problémákkal küzd, és az ő gyereke semmivel nem rosszabb, mint a másik gyereke, mindenki ezekkel a problémákkal küzd, tehát türelem, nyugalom, nem vagyunk kiválasztottak a szónak ebben az értelmében, mindenkinek vannak baj a gyerekével, szépen végig kell ezt járni. És nagyon tisztelni a pedagógusokat és az óvónéniket, hogy ők az ilyen gyerekekből 30-at kapnak a hátukra egy nap. Úgyhogy ezt nagyon komolyan mondom, hogy minden tiszteltem a pedagógusoké, mert embert próbáló feladat, és én nem is bírnám azt sem. Mi a kő tyúkanyóken? A szobában lakik itt be? Lám csak jó az Isten jótát. Hogy fölvitte a Ken dolgát? Így hangzik Petőfi Sándor Anyám tyúkja című alkotása az egykori nyuszi lány előadásában, amit boldog anyaként mesél kisfiának. I will go and find my mother, he said. He did not know what his mother looked like. He went right by her. He did not see her. He came to a kitten. Magyar versek, angol mondókák és csillogó buborékok. Ilyen vidámságban telnek Bea és a 9 hónapos Jason Sidney napjai. Igazából csak azon gondolkodom mindig, azt nem értem, hogy miért vártam eddig. Hogy semmi más értelme nincs az életnek, ez biztos nagyon sablonosan hangzik, de ez tényleg így van. A magyar modell Prágában él családjával, ritkán jár Budapesten. Ezért Jasont is most láthatják először a Baba világ nézői. Bea férje amerikai származású, ezért a kisfiú hamarosan 3 nyelven fog beszélni. Én csak magyarul beszélek hozzá, magyarul olvasok neki, a férjem pedig csak angolul, ugye ő nem tud magyarul. Igen, a gyerekek pedig, van 2 testvére, a férjem 2 kislánya, ők pedig, hát félig csehül, félig angolul. A 9 hónapos Jason hagyja aludni a szüleit, ugyanis átalussza az éjszakákat. Ez azonban nem a véletlen műve, Bea tudatosan érte el, és az elején bizony sok sírással is járt. Szerintem tényleg a szülőn múlik. Ez nem azt jelenti, hogy olyan órákig hagyom, vagy hagytam sírni, vagy szívtelen vagyok, de vannak erre különböző módszerek, hogy hogyan lehet megtanítani a babákat, és én ezt nagyon az elején elhatároztam, nagyon következetes vagyok, szigorú vagyok, és úgy érzem, hogy sikerült, és ezáltal nekem is sokkal jobb a
házasságomnak is sokkal jobb, és hát természetesen neki meg aztán tényleg. Bea 6 éve él Prágában, és mióta megszületett Jason, teljesen megváltozott az élete. Most minden a kicsi körül forog. Két etetés és altatás között fejlesztő foglalkozásokra járnak, ez jelenti Beának is a kikapcsolódást. Kint nincs segítsége. Amikor hazajövök, akkor a nagymamám vagy anyukám Szegedről eljönnek, és itt maradnak velem, és így el tudok menni barátnőzni, vagy családozni, vagy esetleg egy vacsorára barátokkal, úgyhogy amikor itthon vagyok, akkor az könnyebb, amikor Prágában az nehéz, az nagyon nehéz. És bár Bea úgy érzi, hogy Jasonnel anyaként teljes az élete, mégsem szeretne következő babát. A kis testvér az nem hiszem, hogy jönni fog. Azt hozzáteszem, hogy az nagyon tetszik nekem, maga az ötlet, hogy különben szülnék még vagy tizet. Így elméletben az nagyon tetszik nekem, nagyon tetszik az anyaság, nagyon teljesen megváltoztatott, de fizikailag, és ez gyakorlatban, ahogy kinéz, én nem hiszem, hogy tudnék többet. Mi a fizikai fáradtságnak nyomát sem láttuk Beán, csak azt, hogy fantasztikusan néz ki, és tökéletesen boldog a kis szívtipróval. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem érdemes volt velünk tartani. Jövő héten is nézzenek minket hétfőtől péntekig a Baba Percekben, aztán fél órában ismét itt szombaton a Baba Világban. Viszontlátásra!